Létezik az a mondás, hogy eltűnt, mint Kossuth a ködben. Hát valahogy most mi is így vagyunk ezzel, hiszen itt a Mátrában nagyon nagy a köd. Köszöntöm nézőinket a Hazahúzó mai adásában. Teszünk egy nagy kirándulást a Felső Mátrában, és megnézzük, hogy az itt található települések milyen kikapcsolódási lehetőséget kínálnak az ideérkezőknek. Az biztos, hogy Máta Szent Lászlón lovas programok is vannak, de ezen kívül mással is jól el lehet tölteni itt az időt. Tartsanak velünk! Mátrai kirándulásunk során többször megviccelt minket az időjárás, ugyanis hol kitisztult az idő, hol pedig tejfehér ködbe burkolózott körülöttünk a táj. A lovakat természetesen nem zavarták a megváltozott látási viszonyok, ők örültek, hogy a szabadban mozoghattak. Andrá, itt a beszélgetésünk előtt elmondtad, hogy tele voltak a lovak, és meg kellett őket futtatni. Igen. Hol voltatok, és mennyit kirándultatok? Egészen a csillagvizsgálóig felmentünk a lovakkal, hogy egy picit az energiáit le tudják adni. És aztán visszafelé most ebben a havastájban egy kicsit lassabban kellett, hogy jöjjünk, mert csúszik a talaj, tehát azért itt a hegyi élet egy kicsit másabb lovas szempontból, mint bárhol máshol az országban. Számomra ez egy nagyon különleges ló. Én még ilyen típusú lóval úgymond nem találkoztam. Ő milyen fajta? Ő egy északi típus, ő a fjord póni egyébként. Póni? Igen, egy nagyméretű póni. Azért választottuk ezt a fajt, mert ugye itt jelentősen hidegebb van az év mindegyik szakában is, a teletők nagyon-nagyon kellemesen tűrik. És gyakorlatilag, amikor esik a hó, annyira szeretik, hogy kint maradnak, és akár 20 cent is hó van a hátukon, ők ezt kifejezetten szeretik. És milyen körülmények között foglalkozol a lovakkal? Egyelőre a saját családunk számára tartottuk a lovakat, de annyira nagy az érdeklődés, hogy tavasszal elindítjuk a Felső-Mátrai Diáksport Egyesületnek a lovas szakosztályát, és valószínűleg még több lovat fogunk majd hozni ehhez, és elindítjuk a lovasportoktatást. Tehát a lovasoktatóit azt elvégeztem, és a saját gyerekeimen kívül most már másokat is fogunk tudni, illetve az ide látogató turistákat is, és szeretnénk a Felső-Mátrának a lovas turizmusát egy picit élénkíteni. Az jó, mert nem nagyon vannak, ugye? Nem, nincsenek még egyelőre. Összesen most hány lóval rendelkeztek, és miért ezeket a lovakat választottad ki? 4 lóval rendelkezünk, azért alacsony lovakat választottunk, mert az erdei lovaglásnál nagyon sokat kell hajlongani az ágak miatt, tehát itt azért nagyon vaderdő található, és kényelmesebben meg lehet oldani, mint magas lovakkal, illetve az ő szívóságuk, a lábuk alkalmas ezekhez a talajokhoz, itt inkább köves talaj van, illetve a hideget jobban tűrik. Igen, milyen természete van egy ilyen pacinak? Azt mondják rá, hogy makrancos, de egyébként nagyon-nagyon nevelhetők és nagyon okosak. Intelligensek. Nagyon, szerintem nekik is az számít, ami a gyerekeknek, hogyha a természethez közel vannak, és gyakorlatilag élhetik a saját ösztönszerűen megszokott életüket, akkor nagyon-nagyon barátságosak, nagyon kiegyensúlyozottak, nagyon lehet rájuk számítani, de ehhez az kell, hogy megfelelő mennyiségben lehessenek legelőn, tehát hogy ezt az zárt életmódot nem nagyon szeretik. Gyerekekkel hogy jönnek ki? Nagyon-nagyon aranyosak, mert nagyon vigyáznak a gyerekekre. Tehát tudják azt, hogy mikor van gyerek a hátukon, és kifejezetten odafigyelnek rájuk. Ő hány éves, és mi a neve? Ő 6 éves, és Fridának hívják. Ő egy igazi makrancos kata. Igen, szeret. Most is mit csinál a kis? Hát ő szeretné, hogyha kapna almát vagy répát, tehát ő szeret kórincsálni, nagyon szeret. Például, ha meglátogatják a turisták, akkor rendszeresen a hátizsákokból kilopkod mindenféle szendvicseket, igen, nagyon szeret elcsípni, vagy akár sapkákat, sálakat, kesztyűket kivesz a táskákból, cipzárvégeket szeret, sutyomban le. Igen? Tehát úgy, hogy nem veszi észre az ember. Tehát egy nagyon játékos, nagyon játékos ló. És hát ezt ki is használják, ja, azért a kis kedvességével, mert mindenkinek belopja a szívébe magát. Naponta mennyit kell neki mennie, vagy mennyit kell futni? Hát olyan 2 naponta érdemes velük kimenni. Az a helyzet, hogy mivel többnyire mi erdőben sétálunk, lovagolunk velük, ezért nem igénylik a többszöri alkalmat, hiszen nem pályán vannak egy bezárt térben, hanem ők
ők így gyakorlatilag ilyenkor ki tudják adni rendesen az energiáikat, illetve napközben is legelőn vannak. Uh-huh. És akkor ezen a lófajtán kívül még milyen lovad van? Van egy magyar félvérünk, őt Sherlocknak hívják, ő egy huszár ló volt, tehát egy bemutatós ló volt, ő nagy borzasztóan okos, lépcsőn megy, zárt terekbe, gond nélkül bemegy, tehát ő egy nagyon képzett okos ló szintén, és hogyha hozunk még fel lovakat, én úgy tervezem, hogy mindenképpen magyar fajtákat szeretnék felhozni, vagy a kunfakú, ami egy új fajta itt, kitenyésztés, vagy pedig hucu lovakat, amik egyébként nagyon hasonlítanak a fjordokra. És hogy jönnek ki egymással? Ez egy érdekes téma. Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a felesége mennydörgésnek, a másik fjordlovunknak, aki egy herélt. Azt lehet mondani, hogy ő a vezérmén, mert ő egy nagyon okos, idősebb iskolaló. Viszont ha jön velünk terepre Pötyi, a pici póni, ő azt hiszi, hogy ő a vezérmén. És igen, és mindent ő szeretne megszabni nekünk. És ő ezt teljesen komolyan is gondolja. Uh-huh. Látszik a három másik lovon is, hogy ez nekik is vicces, de ő meg van róla győződve, hogy ő a főnök. Úgyhogy egyenlőre ők vannak így négyen, Sherlock, Frida, Mennydörgés és Pötyi. Nagyon jó. Jó kis csapat ez. Igen. Hát sok sikert kívánok, remélem, hogy egyre többen fognak majd itt lovagolni. Mert a Mátra az abszolút alkalmas erre. Igen, meg kell előbb tanulni a Mátrát lovagolni. A talajviszonyokat, az, hogy köves talaj van, hogy sziklák vannak, szakadékok vannak, kidőlt fák vannak. Tehát gyakorlatilag egy nagyon picit ilyen militarihoz hasonlítható a terep viszonyok, amiket meg kell egy picit tanulni, vagy bele kell jönni. Hosszú vágta szakaszok nincsenek, de mondjuk kárpótol bennünket az, hogyha felmegyünk valamelyik hegy tetejére, az a gyönyörű panoráma, ami szerintem az országban máshol nincsen. Persze, igen, igen. Hát most nagyon ködös az idő, viszont ennek is megvan a különlegessége, tehát annyira érdekes, amikor a ködből így előbukkantok, aztán megint eltűntök. Úgyhogy ez is jó. Minden idő jó a lovaglásra, télen-nyáron, igaz? Igen, ez egy igen. Igazság szerint a lovaglás ez borzasztóan fejleszti a gyerekeknek a koncentrációs képességeit is, hiszen oda kell figyelni egy másik élőlényre, illetve pont a köd miatt itt a vadak sem vesznek észre bennünket időben. És nagyon érdekesen viselkednek, mert a szarvasok nem ismerik fel az embert a lovon, tehát nem tudják, hogy mi emberek vagyunk, hanem megállnak és néznek bennünket, és akár 2 méterről csodálhatunk meg egy-egy rudlit, de erre a lovasnak is fel kell készülni, hogy bármikor előbukkanhat egy vaddisznó, egy őzike, egy szarvas. Tehát szervezett körülmények között. Igen, tehát abszolút kontrollálni kell a mozdulatokat, és a gyerekeknek ez nagyon-nagyon jó, mert nagyon megtanulnak másra is odafigyelni. Ugye a környezetükre. Hát igen, meg a különböző pszichés betegségekben szenvedő, vagy gyerekek, vagy felnőtteknek is egy nagyon jó terápia lóval foglalkozni. A lovas táborok tulajdonsága van. Kapcsán is, amikor egy új lovas felül a lóra, kb. 20 perc, míg eljutunk oda, hogy egyáltalán a saját kis hétköznapi dolgait kibeszél, és utána tud elkezdeni koncentrálni a lóra. Tehát abszolút kicseréli az embert szellemileg, lelkileg a lovaglás. Most merre mentek? Most így a sípark irányába megyünk, ezt nagyon szeretjük, ezt a terepet. Nyáron a sípark megengedi, hogy ott legeltessük a lovainkat, nagyon szeretünk ott lovagolni, és most elmegyünk a bejárat irányába, és visszafelé. Itt a háromfalú templománál fogunk elvágtázni, és megyünk. Jó, követünk. Jó, rendben, köszönjük. Gyere, Frida! A Szent Lászlóról Mátrafüredre vettük az irányt, ahol megnéztük, mit lehet csinálni, ha éppen nem esik a hó. A hegyi sportok bázisa a település frekventált helyén nem kevesebbre vállalkozott, mint hogy központja és mozgatója legyen a helyi turizmusnak. A mátrafüredi bázis extrém élményekkel és 300 féle programmal várja a turistákat. Tibi, itt a beszélgetésünk elején megjegyezted, hogy ami nincs a hegyi sportok bázisán, az nem is létezik. Ugye ez egy olyan sportcentrum, ami 4 évszakos
minden évszakban fogadjátok az ide látogatókat. Most itt a téli időszakban miket lehet itt csinálni? Igen, valóban ez a fő célkitűzésünk, hogy minden 4 évszakban tudjunk az év minden napjára programot szervezni a Mátrába látogatóknak, illetve több bázisunk is van az országban. A tél az mindig a kedves a szívünknek, mert hát majdnem mindannyian síelünk vagy síoktatók vagyunk, és maga a vállalkozás is 10 évvel ezelőtt abból indult ki, hogy jó, mit csináljunk, amikor nincsen hó, és a másik 8 hónapban azért valami sportot azért jó lenne űzni a síelés mellett, ugye, mert ugye az meg kellene. Ebből indult ki igazából a szegvélyezés, a terep szegvélyezés, ami utána pedig most már tényleg 300 féle programra tágult ki, és hát tényleg rengeteg mindennel tudunk foglalkozni. Ez az egy dolog nem biztos, hogy lesz hó. Éppen ezért mindig olyan programokon gondolkozunk, illetve tudunk szolgáltatni, hogyha kicsi hó van, akkor is tud menni, ha nagy hó van, akkor is tud menni, meg ha egyáltalán nincs hó, mire ide érnek a vendégek, akkor is tudjon menni. A legérdekesebb, vagy a legnagyobb slágereket említsük meg, ami a vendégek számára a legérdekfeszítőbb, vagy amit a legjobban szeretnek. Hát még mindig azért a terepszegvélyezés erdőben azért az egy nagyon érdekes, illetve nagyon népszerű. Aztán ugye milyen Magyarország legnagyobb downhill pályája is, ami Kékestetőről indul Mátrafüredig, ez egy 7 km hosszú, 700 méter színkülönbségű erdei ösvénypálya, amit azt gondolom, hogy tényleg egyedülálló. Ezeken ugye olyan eszközöket lehet kipróbálni, mint a mountain kart, vagy a monster roller, vagy a monster bike-nak vannak különböző egyébként válfolyai, vagy a hill dog, tehát ötfélét lehet igazából kipróbálni, de ide tartoznak mondjuk az elektromos rollerjeink, vagy éppen a quad is, ami most éppen ülök, vagy a terepjáróink. Éppen most fog debütálni majd a elektromos go-kart fönt a hegyen, az is egy izgalmas dolog lesz. Tehát minden, ami egyébként zöld, kint lehet vele bohóckodni, egy kicsit játszani, az nálunk megtalálható. Honnan vettétek az ötleteket? Mert ugye Magyarországon azért vannak hegyek, de nem olyan nagy hegyek vannak mondjuk, mint Ausztriában vagy Olaszországban. És amit felsoroltál meg, ugye előzőleg mondtad, hogy legalább 300 féle elfoglaltságot lehet itt űzni, hogy honnan szeditek az ötleteket, hogy itt mi kaphat teret? Igen, hát most már abszolút világszerte nézegetünk, de most már jutottunk oda, hogy nincs új a nap alatt, vagy nagyon kevés. Így hát elkezdtünk saját magunk fejleszteni eszközöket és szolgáltatásokat, és most ebben látjuk a jövőt, hogy mi lépünk ki igazából a világba, és olyan eszközökkel próbálunk a piacra kilépni, ami másütt nincsen, és megfogalmazódott a 10 év alatt, hogy erre van igény. És ez csak most egyelőre itt Magyarországon, vagy már esetleg már külföldről is itt ránéztek, hogy itt mi folyik, és esetleg viszik az ötletet? Szerencsére mindig vizslatják a honlapunkat, hogy mik az újdonságok. Jövő tavasszal áprilisban megyünk egy világkiállításra Olaszországba, ott fogjuk bemutatni a legújabb találmányainkat és eszközeinket. Az már maga a debütálása lesz ezeknek az eszközöknek, hogy kilépünk velük a világpiacra. Egész évben nyitva vagytok minden nap? Minden egyes nap nyitva vagyunk, igen, tehát hozzánk lehet jönni bármikor, még akár karácsonykor és szilveszterkor is. És ezeket a programokat akár kezdők is, vagy olyan eszközöket is kezdők is kipróbálhatják. Ugye van oktatás, tehát hogyan készítitek fel azt a szerencsétlent, aki először van itt? Hát általában mindenki kezdőként érkezik hozzánk, éppen ezért úgy van kitalálva minden, hogy gyakorlatilag egy éves kortól 99 éves korig valamilyen formában részt tudnak venni a vendégek a programokon. Minden programnak különböző szintjei vannak, tehát vannak kezdők, akik esetleg visszajönnek, középhaladó, akik meg már annyiszor voltak, azoknak meg haladó szintet csinálunk, de mindig van oktatás előtte, tehát erre külön hangsúlyt fektetünk, hogy véletlenül se legyen semmiféle baleset az ilyenekből. Hogy áll össze a vendégkör? Kik jönnek ide? Hát elsősorban azért azt gondolom, hogy az A-kategóriás vendégkör. Ez azt jelenti, hogy azért akik a prémium minőséget keresik, illetve már úgymond a különleges kikapcsolódásra vágynak, de természetesen jönnek olyan különböző voucherekkel, amiket nálunk be lehet váltani, de nagyon jó a szép kártya a forgalmunk is, mert ugye mi azt is el tudunk fogadni. És ugye hát itt megkapják az eszközöket, de ugye vannak olyan sportok, a síelés például, ahol kell a sífelszerelés, de
lehet-e itt bérelni, tehát hogyha valaki teljesen ugyanúgy nincs nálam semmi, de szeretnék ezt is ezt csinálni. Igen, alapjában két dologgal foglalkozunk, a teljesen komplett programszervezés, akkor ha programot szervezünk, akkor minden esetben vagy túravezetőt, vagy oktatót adunk hozzá, és akkor a program része maga az oktatás is, és a felszerelés is, vagy pedig csak bérlés van, hogy akkor valaki azt mondja, hogy ő csak szeretne bérelni, akkor arra is van mód, nem minden eszköz esetében. Egyébként a sporton kívül lehet-e itt esetleg teázni, kávézni, megenni egy szendvicset, tehát van-e ilyenre lehetőség? Igen, természetesen egy teljesen komplex egyébként a szolgáltatásunk, saját szállodánk van, saját étteremmel, buszokkal, tehát igazából a turisztikának mind a négy lábával rendelkezünk, tehát teljesen kompletten szervezünk egyébként is mindent. Erre van egyébként a legnagyobb igény, tehát hogy komplett csomagokat adunk el, illetve tőlünk is ilyeneket kérnek. Mi ez, ami nősz? Mutasd be a nézőknek. Így van, ez Európában is egyedülálló eszköz. Ez egy elektromos quad, ami azért izgalmas, mert eredetileg a brit hadseregnek lett kifejlesztve, és abból 3 évvel ezelőtt sikerült 8 darabot megszereznünk. Honnan? Hát Angliából. Angliából. Tehát ez Angliában gyártják. Jelenleg ez még mindig annyira újdonságnak számít, hogy például a Segway is csak januárban hozza ki a sajátját, és ugye a Tesla is, az Elon Musk is csak 2 hete mutatta be a sajátját. Tehát ezek még annyira újak, ezek az eszközök. Mi azért szeretjük őket, mert ilyen szempontból zöldek, ugye elektromosak, helyben tudjuk tölteni, nem büdös, nem hangos, nem zavarunk velük senkit, és nagyon jól tudjuk úgymond kontrollálni is a túrák alatt. Ez alatt azt értem, hogy ez egy bitangerős jószág, alapjában jövett tudna menni 90-nel is, de mi, hát ilyen terepeken de mi természetesen persze. Ezt nagyon jól tudjuk szabályozni a vendégeknek, hogy véletlenül se legyen baleset, de ugyanakkor élvezhető legyen a maga a program, tehát hogy ne csak 5-10-el menjünk, hanem azért ez lehet azért vele csapatni, de nagyon fontos számunkra, hogy mi túrákat szervezünk, és nem versenyeket az erdőben. Ez nagyon fontos. Tehát nem szétcsapatni megyünk a természetet, hanem igazából csak köztelenni és élvezni annak a minden szegletét is. Tehát mondjuk te mész elől, és akkor utánad mennek a többiek? Igen, tehát minden esetben úgy kezdődik, hogy egy oktatófilmet megnéznek, utána mi elmondjuk itt a gyakorlatban is, hogy ezt mit hogy kell használni, utána van egy gyakorlópályán való komplett gyakorlás és feladatsor, ezt meg kell csináljuk, és azt követően indulunk el úgy valóban, ahogy mondtad, elől megy az oktató, de hátul is van még, aki zárja a magát a mezőnyt. Jó kis gépez. Mennél itt egy kört? Azért nézzük persze. Meg. Igazából nagyon egyszerű a történet, mert csak be kell kapcsolni. Már halljuk is, hogy felbődültek a motorok, és gyakorlatilag egyetlen iránykapcsolóval és gázzal, ugyanúgy, mint tehát tulajdonképpen a quadnál jellemző, meg ugye a jetskitnél, akkor kell így megnyomnunk a gombot. Fékek vannak rajta, és igazából ez már mindig. De szívesen el is viszlek, ha nem félsz. Nem félek. Na, most felszállok, megpróbálok felszállni. Hosszú a kabátok. Okay. Így, és akkor fogjalak, igaz? Így van. És akkor szépen átölelsz, vagy a vasat fogod, de az meg hideg. Inkább így. Okay. De vagy a vasat. Jó, így okay. Is jó. Ez nagyon jó volt. Köszi. Akkor üljünk át egy másik. Jó. Járgányra. Is van. Ez meg milyen járgány? Hát ő egy elektromos terepjáró. Ez egy, tulajdonképpen ez is egy quad. Ezt úgy nevezik, hogy side by side quad, tehát egymás mellett ülnek a vendégek rajta. Mi egy kicsit tovább fejlesztettük, hogy ne csak ketten tudjanak ráülni, hanem ezt így átalakítottuk a platót. És ennek megfelelően akár 5-en is rá lehet ülni. Uh-huh. Ez az egyik kedvenc családi program, illetve
nagyon szeretik az idősebbek is, akik nem annyira az extrém túrák után érdeklődnek, de ki szeretnének menni az erdőbe, egy kis kalandra vágynak egy jó túravezetővel, na hát nekik ez egy kiválóan jó ötlet, ez a Ranger. És azt gondolom, hogy menjünk is ki az erdőbe, menjünk. És akkor szálljatok be, és rendben. Akkor nézzük meg. Oké. Maga az irányítás a végtelen egyszerű, kvázi egy golfkocsi, be kell kapcsolni, és onnantól kezdve csak gáz, csak fék van rajta, meg az jó, hogyha kiengedjük a kéziféket, és akkor van egy előre, egy közép, illetve egy hátra menet. Mm. Ennyi az egész, és innentől kezdve ajtót nem kell bezárni, mert hogy nincs rajta. Hát igen, egy, nehogy nincs. És akkor tudunk is indulni. Következő állomásunk a Mátra hegyeinek ölelésében fekvő Parácsasvár, ahol az első, amit megpillant az ember, az a romantikus mesébe illő Sasvárkastély. A hatalmas fenyők között álló neoreneszánsz épület kalandos és sokszor viszontagságos története sok ponton kísértetiesen hasonlít más magyarországi kastély történetéhez. Ez a kastélyhotel eredetileg ugye egy kastély volt, és a 20. században kapott egy szállodai funkciót. Ki építette tulajdonképpen, és mikor? Eredetileg Károly György Nézicsi Karolina volt az, aki megrendelte 1882-ben Ybl Miklóstól a terveket, hogy készítsen itt neki parádon, vagyis ugye ismertem nevén, hogy a Károlyok nevezték Sasváron, egy kastélyt, egy kisebb vidéki kastélyt. Zicsi Karolináról azt kell tudni, hogy ő nem Magyarországon élt ekkoriban, hiszen a Kossuth pártnak az egyik jelentős alakja volt, aki Itáliában emigrált és ott élt, Vicenza városában, és amikor megindultak a különböző közeledések a dualizmus időszakában, így őt is fölmentették a hazárulás vágya alól, és ő hazatért, és itt szeretett volna letelepedni ezen a részen. Amit azért megjegyeznék, hogy a kastély történetét megelőzően is itt vannak érdekes dolgok a uradalom történetben, vagy éppen parád történetében. A területnek az első ismert tulajdonosa, akiről oklevelünk is van, az Ország Kristóf, aki Mátyás királynak volt egy fontos politikusa, különböző pozíciókat töltött be a kormányzatában, majd Grassalkovics Antal volt, aki megszerezte itt a birtok felett a hatalmat a 18. században, ő Mária Teréziának volt egy fontos segítője. Egy csupa nagy név. Így van, így van. Arról pedig érdekességképpen mindenképp beszámolnék, hogy Losonci Anna is érintett volt itt a birtokban az Epe lévén. Ő ugye Temesvárnak volt a kapitány, akit 1551-ben levágtak a törökök, és így Losonci Anna férjére, Ungnár Kristófra szállt ez a terület. Losonci Annáról tudjuk, hogy ő Balassi Júliája, és még ekkor is próbálta őt meghódítani, és mikor Balassinak ez nem sikerült, ő bevádolta a vármegyénél, hogy kapjon valami juttatást ő Losonci Annától, mert hiába próbálkozott, és elverte rá minden pénzét, és azért ő kártérítést érdemel, ezt ő azért nem kapta meg. Aztán hogy alakult a kastély sorsa a napjainkig? Nagyon fontos volt, amikor a Rákóczyak megszerezték ezt a területet. Első Rákóczy György erdélyi fejedelem volt, aki a Grassalkovicsék előtt már itt jeleskedett a birtokszerzésben, és már ő is ismert itt a különböző gyógyvizeknek a hatékonyságát. Kétfajta gyógyvíz van. Ugye egyrészt van a parád fürdői gyógyvíz, ami olyan régen fürdő is volt, és van még itt ez a savanyú víz, amit parádi víz néven palackoznak is, és akkor már megkezdődött a palackozása, majd ezt a palackozást egyébként tovább vitték a Károlyak is, olyannyira, hogy már 1848-49-ben 20 000 doboz vizet tudtak előállítani egy évben, ez azt jelentette, hogy egy dobozba 6 darab üveg fért el, tehát hogyha azt nézzük, ez egy hatalmas nagy szám volt, és ebből jelentős beruházásokat tudtak véghez vinni. Itt a térségben pedig potenciált látott Szitányi Ulma Móricz, ismert budapesti zsidó
nagy polgár, aki itt a hátsó területen fürdőket létesített, Timsó fürdőket létesített, és ebből is gazdasági potenciált épített magának. Ezt később egyébként Ybl Miklós leromboltatta, mert úgy gondolta, hogy erre nincs szükség itt egy vidéki kastély területén. Hogy került a Károlyék kezébe a kastély? Grassalkovics Antaltól vette meg birtokszerző Károlyi György, ugye Zicsi Karolinának volt a férje. Ő egyébként szintén szabadságharcos volt, és ez olyannyira megtetszett neki ez a hely, hogy hitbizománnyal minősítette. Ez a hitbizomány ez azt jelentette, abban a korszakban, amikor ugye tudjuk, hogy a nemesek gentrizálódási folyamata megindul, hogy a hitbizomány egy biztos közeg volt, ezt nem tudták eladni. Tehát itt nem lehetett elkártyázni, nem lehetett elcserélni, ezt mindenképp meg kellett tartani a fiáknak. Így ő ezt tudta örökíteni Károlyi Mihályra, ugye a fiára, akinek ezt egy ilyen vadászkastélynak szánta, és ő a saját kedve szerint majd átalakította. De életvitelszerűen tartózkodtak itt. Így van. Így van. Tehát itt voltak események, társasági események, ünnepségek. Persze. Hogy éltek itt? Hát elég pazarul. Maga az épület is ezt ennek a pazarságnak adja a jelét, már csak azért is, mert Ybl Miklós volt az, aki tervezte ezt az egész épület együttes, sőt, ha végignézzünk Parádon és Parádsasváron, minden az ő kezenyomát dicséri. Ugye, hogyha megnézzük az épületet, főleg itt ezt a kastély rész kívülről, akkor mindenképp azt láthatjuk, hogy ez egy, mintha egy francia reneszánszkori kastély lenne. Igen. Külön erre hatást akarta megerősíteni azzal Ybl, hogy itt a hátunk mögött van a torony, ami ugye több száz, 130 lépcső visz föl, az pedig 13. Lajos Blois kastélyáról mintázt, ott is van egy ugyanilyen torony. Ugye maga Ybl Miklósnak az egyik legjelentősebb elgondolása az volt, hogy ötvözni kell mindenfajta művészeti irányzatot, azt egybe kell gyúrni, és az a sokszínűség, az a idézőjelben az összevisszaság, az a képtelenség, amit ez ad, az adja, mert az egész épületnek a struktúrált képét, az adja az egésznek a harmóniáját. Ez a terem, ahol most mi ülünk, ez mi célt szolgált? Ez egy, a báloknak volt egy ilyen tere, ahhoz kicsi volt, hogy nagy bálokat lehessen rendezni. Ugye nem úgy kell elképzelni mondjuk egy hatalmas pesti vagy budai villában megrendezett nagy családos eseményeket, hanem itt egy kisebb beszélgetős, összeülős, főleg a vadászoknak egy ilyen beszélgetős báját lehet elképzelni. Itt ez azt is erősítette, hogy a másik oldalon lévő épület, ami most panzióként üzemel, az vadászkastély volt. És azért is harmonizál a két épületnek a színegyüttese, mert azt is 1880-as években húzta föl Ybl Miklós, éppen azért, hogy ott lakhassanak a vadászmesterek. És ugye a vadászmesterek ott laktak, itt laktak a vendégek, és akkor így nem keveredtek ők se össze. A másik ok ugye utána már praktikusabbá vált, ugye Károlyi Mihály sokszor összeveszett Andrássy Katinkával, a feleségével, elég temperamentumos hölgy volt, és ő ilyenkor lejött ide, ezért nevezik egyébként ezt az épületet duzzogónak, ezt ők nevezték egymás között így, hogy mikor megharugodott, akkor lejött, és akkor itt volt, és ugye a szembe lévő vadászok őrizték mondjuk Andrássy Katinkának a mondjuk, hogy ne essen csorba a becsületén, és nehogy valaki megpróbálja megvigasztalni. És még van a háta mögött két nagyon szép terem, azokban milyen élet zajlott? Itt is inkább ez a beszélgetős, politizálós eseményeket lehet elképzelni. Ugye nagyon fontos volt ez azért a Károlyaknak itt maga a politika is, maga az a térség is. Egyébként Péter Vásárának volt az országgyűlési képviselője. Először, mikor elindult, ő azt mondta, hogy teljesen tisztességes kampányt csinál, és nem fog itatni, nem fog etetni embereket. Függetlenségi pártba indult, ugye kifejezve ezzel is, hogy a Károlyi család még mindig az ellenzékéhez tartozik a dualizmusnak. Nagyon vesztett. A következő alkalommal már etetett és itatott, és bekerült az országgyűlésbe. Ezáltal országgyűlési képviselő lett, és én el tudom képzelni, hogy itt hasonló estélyeken megbeszélték ezeket a különböző stratégiákat, hogyan kell megnyerni ezt a választást. Arra azok a terek nagyon alkalmasak voltak. 20. században aztán mi történt a kastéllyal? Károlyi Mihály 1919-ben távozott az országból, és őt hazárulás vágyában bűnösnek találták, és a távollétébe kivégezték. Ez azt jelentette, hogy elvették minden ingó és ingatlan vagyonát, így ez a terület is az államra szállt vissza. A Horthy rendszerben elkezdődött ennek a kastélynak a felújítása, és egy állami üdülővé
vált, ahova hát már... mint akkor általában nagyon sok kastélynak ez volt a sorsa. Így van, igen. És a Magyar Királyság Erdészeti Hivatala is itt működött, és erre a két célra használták az épületet, majd 1945-ben megkeresték Károlyt, hogy visszaadják neki, hát 1947-ig tudta ezt ő birtokban tartani, mert akkor az államosítás révén a kommunista állam rátette a kezét, és akkor ők meg elkezdtek abba gondolkodni, hogy mivé lehetne átalakítani, és ők gyereküdülőt, és ilyen iskolai üdülőt ez is ismerős. Igen. Igen. És főleg városi gyerekeket hozták ide, hogy egy-két ilyen vendég szoktam mondani, aki volt itt gyerekkorában, hogy főleg a vékony, beteges gyerekeket hozták ide, hogy itt a jó levegőben, meg a jó ételtől itt fellendüljenek, és itt rendezték be a termeket, itt voltak, itt tanították is őket fél éven keresztül. Hátul voltak, ahol tudtak aludni, itt pedig tanították őket. És ugye ezt követően a rendszerváltás után gazdátlanul maradt, és teljesen lerobbant maga az egész épület, teljes felújításra szorult, és 1995-ben indult meg a felújítás, és azóta is egyébként ugye minden ilyen épületnek folyamatosan karban is kell tartani. És manapság most már szállodaként üzemel. Így van. Egyébként a szálloda nyitva van a nagy közönség előtt, a turisták bejöhetnek, és megismerkedhetnek az épület történetével? Csak egyeztetés után tudnak belépni hozzánk abban az esetben, hogy ők nem szálló vendégeink, úgy az utcáról csak adhok jelleggel nem engedünk be senkit, hogyha bejelentkeznek előre, egy bizonyos jegyár ellenében be tudnak jönni, és akkor idegenvezetés mellett, amit általában én szoktam vezetni, meghallgathatják a kastélynak, illetve az uradalomnak a történetét, illetve megmutatunk nekik egy-két olyan termet, amit érdemes arra, hogy a nagy nyilvánosság is meglássa annak a pompáját, ami a kastély jelent, és amit élveznek a vendégeink is, akik itt töltik a pihenésüket. Mátrai kirándulásunk utolsó célpontja a Gyöngyös Oroszin található ásványok háza, amely egyedülálló ásványgyűjteménnyel várja az érdeklődőket. A páratlan kiállítás Magyarország és a Kárpát-medence bányászati értékei és legszebb ásványai mellett a világ számos tájáról származó különleges ásványkincset vonultat föl. Hogy jött ez a gyűjtő szenvedély, mert ez már szenvedély? Igen, úgy szoktam fogalmazni, egy kicsikét több, mint szenvedély. 1965-ben a geológiai technikumban kezdtem tanulni. Ez akkor egy igen jól menő, a vegyipari alapképzésekre épülő egy természettudományi képzést jelentett. Abban az időben Magyarországnak nagyon szüksége volt a különböző ásványkincsekre. Itt a galenitet, a cinket, a rezet említeném, mint fő ásványkincseket. És gyakorlatilag a geológiai technikum úgy meghatározta sok tekintetben, hogy ásványgyűjtő legyek. A szüleim akkor nagyon sokszor utaztak le Balatonra, bennünket a barátommal pedig kiraktak a Velencei hegységben, és akkor mi a Velencei hegységben gyűjtöttük elsőnek az ortoklászokat, vagy pedig a Pátka-Szűzvári területen a fluoritot, a galenitet vagy a szfaleritet. Utána ez egy kicsikét megszállottságot is jelentett, de mindenképpen folytatódott ez a gyűjtőszenvedély, hiszen az M7-es autópálya építésénél ott volt Budapest határában a törökugrató, ahol fejtették például az építőkövet, ahol csodálatos kalcitokat lehetett gyűjteni. Úgyhogy nem egyszer üregekbe szorultam be, miközben ott a kalcitokat gyűjtöttem. Hát akkor egyik hozta a másikat, tehát minél több volt már ugye a birtokában, annál nagyobb lett a szenvedély, hogy még többet, még többet. Nem volt egy ilyen még többet, még többet, általában hogy még az több volt. Fajtát, inkább több igen, fajtát.
Ez mindenképpen megvolt, hogy nyilván az ember nem elégedett meg azon, hogy esetleg egy kicsit torz ortoklász kristályt találtad, ne szebb volt az a kalcit, és hát a geológiai technikum után folytathattam tovább a tanulmányaimat. A geológiai technikumban hozzávetőlegesen egy olyan 150-250 darab ásvány gyűjt össze. Ennek nagyon nagy része mai napig abban a formában, a nagyszobában vagy a hálószobában otthon találhatóak. Néhány darabját azért itt is kiállítottam. Utána Szentpéterváron tanulhattam tovább, és így a Kaukázus, a Dél-Urál, Kazaksztán bebarangolhatóvá vált, és ott mindenhol, ahol megfordultam, természetesen tömött hátizsákkal vagy kézipodgyásszal tértem haza, mindig újabb és újabb csodálatos ásványokat gyűjtöttem. Utána egy 3,5 éves mongoliai kiküldetés, amelyik hát mindenki tudja, hogy mongoliai ásványkincsekben milyen gazdag ország, igaz, hogy ez be kellett barangolni több magyarországi területet, hogy ezeket az ásványokat az ember ott összegyűjthesse. Utána pedig 4 év kubai kiküldetés, és hogyha már Kuba, akkor már a környező országok, tehát Mexikó, Peru, Ecuadornak is az ásványkincseit is össze kellett gyűjteni. Abban az időben még az volt a szerencse, hogy ez konténerszám lehetett hazahozni, tehát nem volt olyan probléma, hogy ezek az ásványkincsek, vagy ezek a szép ásványok, ezek útközben vagy elkallódnak, vagy tönkre mennek, vagy törnek. Ez a kiállítás hány darabból áll? Most jelen pillanatban 4400 a katalogizált ásványok száma. Valójában volt olyan, amikor több ásvány volt itt, de rendszeresen ezeket az ásványokat cserélgetjük, esetleg a apróbbakat nagyobbra. Összességében magában ebben a teremben, hozzávetőlegesen a szekrények alatti polcon vagy a raktárban több mint 10 000 darab ásvány található. A büszkeség a múzeumnak például ez a csodálatos manganokalcit, amely gyakorlatilag 10 évvel ezelőtt az év ásványa, és a Magyarország legsebb ásványa címet is megkapta, de ugyanakkor csodálatos ez a halvány ametiszt, amelyik a téli mátrára hasonlít, hogyha így megpróbáljuk valamihez kötni ugye természetben, de akár azok a gömbös kvarcok, vagy azok a szép kalcit kristályok is ezen a területen tényleg párját ritkítják, és mindenképpen Gyöngyös Oroszit beírták az európai, sőt a nemzetközi ásványgyűjtők egyik legkedveltebb helyére. Szomorúság, hogy a bánya ebben a formában már nem mondja azokat a szép ásványokat, amelyek itt voltak, de azért a gyűjtők még egymás között a legféltettebb és a legnagyobb becsben őrzik ezeket a Gyöngyös Oroszi ásványokat. Mennyi munkával jár egy-egy ásványt a felszínre hozni, és milyen mélységben vannak? Nagyon változó. Vannak, tehát az első időben, például a Velencei-hegységben, ott nagyrészt felszín közeli, különböző ilyen málott üregekben lévő ásványokat, vagy pedig a földtani kutatás során készített árkolásokból gyűjtöttük az ásványokat. Utána ott volt már a pátkai szűzvári bánya, ahol már egy ilyen tömzsös ásványlelőhely volt, ott néhány 10 méter mélységbe kellett lemenni. Itt Gyöngyös Orosziban kb. 700 méter még ment le a bánya. A vágatok hossza az meghaladta a 70 kilométert, és innen ahol most jelen pillanatban állunk, egy hozzávetőlegesen 600 méteres távolságra egész Mátra-Szent-Imre régen lehetett menni a bányavágatokban. És ugye itt vannak ilyen nagy darabok, tehát ilyen nagyobb ásványok. Egyáltalán ezt hogy lehetett szállítani, és hány kiló? Ez egy ametiszt. Igen, ez egy csodálatos szép ametiszt kristály. Az érdekessége az, hogy ez szerencsétlen kocsim az ilyenkor mindig egy kicsikét meg lett gyötörve, vagy valamelyik része sérült, vagy pedig a rugóját kellett gyakrabban cserélni. Az ametiszt egyébként egy igen értékes és egy nagyon kedvelt ásvány, hiszen az ametiszthez nagyon sok ilyen természeti értéket is kapcsolnak. Összeszámolta már, hogy hány országból hozott összesen ásványokat? Ezt nehéz lenne összeszámolni, de valójában olyan 50 körül az biztos összejönne.
Itt különösen nyilván sokat számít az, hogy a volt Szovjetunió területéről, ott egész a Kola-félszigettől, Kazaksztán, Kirgizisztán vagy a Kaukázus, amelyek most például Kazaksztán vagy Kirgizisztán már önálló államokká váltak, és akkor egy országon belül sikerült ezt összegyűjteni. Itt az ásványoknak a rendszertanát mutatjuk be, tehát ez egy rendszertani kiállítási rész. Itt vannak uránásványok is, amelyeknek a sugárzása itt a teremben is egyértelműen mérhető és meghatározható. Természetesen nem nagy urántömböket állítunk ki, hanem apró kis uránkristályokat, amelyeknek a sugárzó hatása jóval kisebb, mint mondjuk egy nagyobb tömbé, vagy amit a bányában észrelhetünk, de műszerrel egyértelműen mérhető a különbség, és ez képezi gyakorlatilag az uránásványoknak a fő kutatási lehetőségét. Mérjük meg akkor. Jó, akkor vegyük elő a műszert. Jó. Jó, és akkor kíváncsi vagyok, hogy milyen értéket mutat ez a mérőeszköz. Tehát lehet látni, hogy most körülbelül egy ilyen 0,2 mikroszívert per órát mutat ez a műszer. Ez egy hitelesített sugárzásmérő eszköz, gyakorlatilag a minden olyan rádióaktív sugárzást, amely különböző rádióaktív elemek kibocsátanak, ez a műszer megméri. És ha közeled megy hozzá? És ahogy megyünk közelbe, nyilván a műszernek van egy tehetetlensége, ez az érték növekedni fog, tehát most kinyitom a szekrényt, és közelítek a felé, a pici kis ásvány felé, és látszik, hogy abban a pillanatban megkezdi a számlálást az értékről. Most például. Mennyi az érték? Most 2 fölé emelkedett, most 2,2 körül, tehát gyakorlatilag egy nagyságrenddel magasabb. Igen, igen. Úgyhogy szépen növekszik a sugárzás érték. Itt a érdekessége ennek a rádiók sugárzásnak, hogy a távolság az hatványozottan jelentkezik. Tehát minden sugárzásnak van egy felezési távolsága. Igen. Tehát általában a levegőn, ott nyilván ez a távolság nagyobb. Egyéb anyagoknál, tehát fémnél, betonnál ez kisebb távolság szokott lenni. És most ma ott vagyunk vele, hogy most már nagyon szépen olyan 3-as körül. Állandósul 3,6, hogyha jól látom az értéket. Hát szerintem csukja be a szekrényt, Balázs, ja. Hogy baj legyen. De ezzel nem lesz baj. És most már szépen lehet látni, hogyan távolítom, hogy hogyan csökken a sugárzása ennek az apró kis rádióaktív elemnek, kristálynak. A mai napig gyűjt? Most már ugye az a gyűjtőszenvedély az eléggé lecsillapodott. Gyakorlatilag most ezeknek az ásványoknak inkább, amelyből annak idején többet sikerült összegyűjteni, ennek a szisztematikus cseréje, amelyet inkább végzek. A legfőbb cél az volt, hogy itt ezen a durván 900 négyzetméteren egy szisztematikus, a látogatók számára is egy kézzelfogható és a természettudományok iránt egy tiszteletet ébresztő kiállítás jön létre. Hát sok sikert kívánok hozzá! Nagyon szépen köszönöm. Még annyi, hogy itt rendszeresen kirándulásokat, ásványgyűjtő túrákat is tartunk, tehát amiatt, hogy a természettudományok szeretete már a kisgyerekkortól meglegyen, és ugyanakkor itt magában a teremben pedig olyan ismeretterjesztő előadásokat, iskolákat fogadunk, amelyek így érdeklődnek a természettudományok iránt, és ez eléggé jól hát táptalajra talál a legtöbb helyen, hiszen az emberek észre lehet venni, hogy a természet iránti tiszteletük az mind jobban erősödik, és mind jobban szeretnék megvédeni azt a környezetet, ami körbevesz bennünket. És hogyha véletlenül erre járnak a Mátrában, akkor szeretettel várjuk őket.
Az ásványok háza után elbúcsúztunk a Mátrától, amely kristálytiszta levegővel várja a kirándulókat és a természetbe vágyókat. A gyönyörű környezetben fekvő települések pedig rengeteg lehetőséget nyújtanak a tartalmas kikapcsolódásra. Legközelebb is nézzenek minket, viszontlátásra! A műsor támogatója a Széchenyi Pihenőkártya.